ezt se hinném, hogy természetes, hogy ez így szabadon vannak itt ez a varszerkezet. Tehát nézzétek már meg, tehát hullik szét a híd. És ezen mennek kamionok nap mint nap tucat számra. Szerintem ilyen 60 tonna körül lehet egy ilyen megrakott kamionnak a tömege, és ezt engedélyezték, de nem is értem. Tehát itt van kitéve a 20 tonnás korlátozó, illetve tiltó tábla. Nem is lassít a kamion. 1, 2. Sziasztok! Szeretnék nektek mutatni egy kis érdekességet. Ugye itt Egerlövő belterületén is ki van téve ez a 20 tonnás korlátozó tábla, ami a kamionos forgalmat hát vissza kellene, hogy tartsa. Egy ugyanilyen tábla van, ami előre jelzi a kamionok számára, hogy nem lehet 20 tonna fölött erre jönni mezőkövesnél is. És akkor mutatnám, nem tudom mennyire fog látszódni az út minősége. Tehát itt ezen a településen is volt egy szennyvíz csatorna beruházás, amit visszajavítottak már, és itt a bitumen az ki lett javítva, de ezt a hatalmas kamion forgalmat egyszerűen nem viseli el ez az útszakasz, és majd mutatom a többit is, tehát megyünk majd tovább Borsod-Ivánka Poroszló felé, és nagy valószínűséggel találkozni fogunk most is kamionokkal. És nézzétek meg itt is, hogy meg van süllyedve az út. Tehát az autó az így ferdén áll. Tehát mutatom, így áll most az autó az úton. Tehát, és ez nem egy kanyar. Tehát egy olyan útszakaszra engednek be egy hatalmas kamionforgalmat, amely útszakasz egyszerűen alkalmatlan rá, hogy ezt a kamionforgalmat ezt elviselje. Eddig sem volt jó az út errefelé. Ugye elég sokat járok le a tiszai vonalra, és elég sokszor kell eljönnöm erre. Hát ez még semmi, majd meglátjátok. Tehát ez az út, ez még csak a light verzió. És sajnos már Mezőkövestől nem kezdtem el videózni, de a Mezőkövestől Egerlövőig szakasz, az is valami egészen elképesztő állapotban van már. Ugye itt is látszik, hát nem tudom mennyire fogja átadni a videó, hogy milyen az út minősége. De itt reggelente, na is itt van, tessék. Hoppá! Mit keres itt egy kamion? Itt is az útpatka, az teljesen. Na és akkor itt jön a következő. Tehát ez megy folyamatosan egy olyan útszakaszon, úgy jönnek-mennek a kamionok tízesével, hogy ezen az útszakaszon elméletileg tiltva van a kamionforgalom. És ugye már több embert is megkérdeztem, hiszen nem szeretnék még rosszabb minőségű utakon járni, és több embert is megkérdeztem, köztük egyébként a polgármestereket is, a Egerlövő polgármesterével, Szepesi Péterrel tudtam beszélni, és mondta Péter, hogy igen, tudnak a problémáról, és próbáltak is kérdezősködni, hogy mi történik, és elméletileg ez a négyes útnak, vagy négyes autópályának az építkezésére hordják a kavicsot. Nézzétek meg itt is az út szélét. Tehát egyszerűen tragikus. És tudjátok, mi a helyzet? Ezeknek a kamionoknak engedélyt adtak arra, hogy itt közlekedhessenek. Na nem ár. Tehát van egy tiltott útszakasz, ahol nem mehetnek 20 tonna feletti járművek, erre kavicssal teli megrakott járművek, azok meg jöhetnek, és kapaszkodjatok meg, szeptember, hát most szeptember elejéig, vagy szeptember végéig, itt napi szinten rengeteg kamion közlekedik, és senki nem tesz semmit. Tehát még egyszer mondom, egy olyan útszakaszon, ami már eleve alkalmatlan arra, hogy kamionforgalmat elvisen. És mindjárt meg is mutatom, hogy miért alkalmatlan ez az útszakasz erre, mert nem is csak maga az út miatt, tehát hogy már rossz az állapota, hanem itt van egy híd, ami miatt ez a 20 tonnás korlátozás van. És mindjárt ide is érünk ehhez a hídhoz. És nem beszélve arról, majd azt is megmutatom, hogy történt már két nagyobb baleset is, amikor is egy villanyoszlopot ütött ki az egyik kamion. Én most itt megállok. Tehát egy villanyoszlopot ütött ki az egyik kamion, a másik kamion pedig Borsod-Ivánkán fölborult, és szétszórta a kavics rakományát, és csak a csodával határos módon nem sérült meg senki, mert megmutatom, hogy hol történt ez a baleset. Tehát ott van a temető, ott vannak a buszmegállók, és hogyha ott álltak volna emberek, akkor bizony ők már nem élnének. Nos, ez itt a Rima, és ez pedig a Rima híd.
Na és én most ide lejövök a kaszba. Remélem, hogy nem fogok elsüllyedni, bakkár. És most, hogyha jönne egy kamion, akkor még azt is meg tudnám mutatni, hogy hogy beremeg, de mondjuk azt ahhoz kellene egy műszer is, hogy lássátok. Hát még azért félve is jövök ide a híd alá. Hát nézzétek meg, hogy ez egy többször javított bazi nagy repedés rajta. Ott szét van rohadva a hídnak a szerkezete, és erre a hídra ráengednek egy napi több tucat kamionból álló kamionforgalmat. Holott emiatt a híd miatt, tudomásom szerint emiatt a híd miatt van ez a korlátozás. És szerintem ez nem természetes dolog, hogy ez ott már megint csak el van válva. Ja, jól látszik, hogy jó párszor már javították, jól látszik, hogy el van korrodálódva az egész híd szerkezete, de ez még mind semmi. Nézzétek már, ezt nézzétek meg. Tehát most komolyan, erre a hídra ráengedünk ekkora kamionforgalmat, és erre a hatóság adja meg az engedélyt. Tehát én laikus vagyok, nem tudom, hogy ez hogyan működik, de hogy maga az út is alkalmatlan erre, és nézzétek csak, ott le van. Látjátok? Ott van egy leszakadt elem basszus, tehát hullik szét a híd. Szó szerint hullik szét. Ezt se hinném, hogy természetes, hogy ez így szabadon vannak itt ez a varszerkezet. Tehát nézzétek már meg, tehát hullik szét a híd. És ezen mennek kamionok nap mint nap tucat számra. Hallanánk, hogy micsoda dübörgés van itt, meg hogyan viselkedik a híd, amikor áthalad rajta egy ilyen 40 tonnával megrakott, kb. 20 tonnás kamion. Szerintem ilyen 60 tonna körül lehet egy ilyen megrakott kamionnak a tömege. És ezt engedélyezték, de nem is értem az egész dolgot. Tehát én megfeltenném a kérdést, hogy aki ezt az engedélyt kiadta, az egyrészt miért tette, megvizsgálta ezt a hidat, még mielőtt ezt az engedélyt kiadták, megvizsgálták-e az útvonalat, mielőtt ezt az engedélyt kiadták, és egyáltalán méterelnek forgalmat egy ilyen kis útra, amikor ott vannak a sokkal nagyobb teherbírású, nagyobb útszakaszok is. Hát tudjuk a választ nyilván költséghatékonyságból, de hát akkor a pénz beszél mindenhol, és akkor tegyünk mindent, és söpörjük félre az eddigi szabályokat, tehát eddig nem lehetett itt menni, most hirtelen lehet, és egy sokkal nagyobb forgalomnak tesszük ki ezt a hidat, meg ezt az útszakaszt. Tehát az összes kengyel, ami ezt átöleli, és jól látszik, hogy amikor itt ugye közlekednek, akkor jóval nagyobb terhelés van, és valószínűleg meghajlik az egész hídszerkezet, vagy nem tudom, mi történik, mert másképp hogy tud kihajlani, tehát ez a, meg hogy tud elszakadni, meg egyáltalán. Még egyszer mondom, nem vagyok szakember, de azért ez kicsit furcsa számomra, hogy ez van, ez a helyzet. Tehát itt van kitéve a 20 tonnás korlátozó, illetve tiltó tábla. Nem is lassít a kamion. 1, 2... Na. Erre nem tudok mit mondani. De minket megbüntetnek mindenért a hatóságok. Már majdnem eltettem a kamerát, és megint egy kamion. Én, mint magyar állampolgár kérdezem ezt. És nem akarok én senkit megbántani. Valószínűleg ezek szerint megmérték, hogy ez szabad, de akkor miért tették ki a korlátozást korábban? Mert ha most áthaladhat rajta ekkora mennyiségű kamionforgalom, akkor valaki hibát követett ezzel el, hogy évekig itt 20 tonnás korlátozás volt. Legalábbis az én olvasatomban. Nem tudom, ti mit gondoltok erről? Na és jövünk tovább itt Borsod-Ivánka felé. Már itt is kritikán aluli az útminőség. És ugye nagy kérdés bennem, hogy oké, ide terelték ezt a hatalmas kamionforgalmat, ettől mivel az út alapozása is alkalmatlan arra, hogy ilyen forgalmat elviseljen, tehát itt gyakorlatilag nem elég aszfaltozni a későbbiekben, hanem itt teljes útcsere, tehát az alapozást is ki kellene cserélni, mert már most félre áll, még egyszer mondom, rajta az autó. Tehát most betehetném ide a telefonomat, amiben van ilyen szintmérő, de szinte fölösleges, mert látszik az úton is, hogyha valaki erre szokott járni, akkor meg tudja, miről beszélek. Na és itt van egy óriási hupli az útban, ami egyre nő, és már lassan beszakad majd az út itt. És jönnek a kamionok. De ha legalább nem 90-nel szaggatnának át a településeken, meg a hídon is, mert még majd azt is kijövök és megmérjük, hogy mennyivel mennek át a településeken. És akkor beértünk Borsod-Ivánkára, itt egyébként egy felújított útszakaszon, tehát nagyon örülhet a polgármester, meg nagyon örülhetnek a lakosok, hogy a szépen felújított útjukat azt megint csak tönkre vágják. És valahol itt történt ez a baleset, hogy itt a kanyart azt valahogy nem tudta bevenni
a kamion vezetője. Itt láttam egyébként egy nagyobb sérülést az úton, és valahol itt terítette szét a szállítmányát. És azért az itt egy forgalmas kereszteződés, egy forgalmas rész, ahol szoktak várakozni a buszmegállóban is az emberek a buszra. Ugye itt van a pszichiátriai intézet is, ahová a dolgozók is jönnek, meg a látogatók, és elég sokan szoktak itt a buszmegállóban várakozni. Ugye én is itt dolgoztam a Bosz-Ülyenkai pszichiátriai otthonban még a 90-es években. Ez volt, amit az egészségügyben eltöltöttem, mint mentálhigiénés ápoló. És majd mindjárt megnézzük, hogy ott Poroszló felé ott milyen az út állapota. Ugye a 60-as korlátozó tábla, sebességkorlátozó, az mindent megold, minden úthibát, mint tudjuk. Ez szokás Magyarországon, el is érkeztünk a egyik kritikán aluli útszakaszhoz, ami szerintem nagyjából kijelenthetjük, hogy a közlekedése már is alkalmatlan. Azt hiszem, halljátok az autó rezgéseiből, hogy hát bizony nem egy fincsi útszakaszról van szó. Ez még mit semmi, ez még csak a bevezetés. Na és akkor jöjjön az a szakasz, ami hát út sincs, csak folt. És hallhatjátok a autó mozgásából, rezgéséből, zörgéséből, hogy ez nem egy jó útszakasz. És még egyszer mondom, tehát most július van, és szeptemberig, vagy szeptember végéig itt továbbra is járni fognak a kamionok. Azt a betyárját nekik komolyan. Na, hát tisztelt döntéshozók, akik ezt a döntést meghozták, javaslom, hogy napi szinten, mint ahogy a sok munkába járó ember, járjanak már a sokmilliós autójukkal, a saját autójukkal ezen az útszakaszon, és majd javítassák már, jó? Tehát, hogy ne velünk fizettessék már meg azokat a döntéseket, amiket hoznak. És tényleg utálom az ilyeneket én videózni, utálok az ilyen dolgokkal foglalkozni, de van az a szint, ami már kiveri nálam a biztosítékot, és azon a szinten már bőven túlhaladtunk. Tehát, hogy azért álljon már meg a menet. Tehát ez mi? Tehát sok száz, sok ezer ember életét keserítik meg ezek a kamionok, és egy ember hozott egy döntést. És ha van rá mód, hogy ezeket a döntéseket felülvizsgáljuk, akkor vizsgáljuk már felül, hogy most tényleg ez a legjobb megoldás, hogy itt jönnek a kamionok, és most hát nem tudom, honnan hozzák a kavicsot, feltételezem a Nyéklát házáról. És hogy hova mennek, hát gondolom Debrecen felé, tehát hogy Debrecen ehhez közelebb nincs kavicsbánya, ami alkalmas arra, hogy ilyen követ szállítsanak oda. Lehet, hogy így van, nem tudom. Még egyszer mondom, hogy abszolút laikusként állok ehhez. Én csak azért készítem ezt a videót, mert nagyon zavar engem, mint itt folyamatosan átutazó embert, hogy ilyen utakon kell jönnöm. És én még nem is minden nap jövök. Tehát, hogy van, aki itt napi szinten kétszer-háromszor eljön, hogyha mondjuk munkába jár, akkor gondoljatok bele, hogy ezeknek az embereknek hogy megkeseríti az életét, vagy annak a buszsofőrnek, aki most ott előttem megy, és szétrázza, széttrancsírozza a busznak a futóművét is ez az útszakasz. És itt is itt van, hogy ez is fel volt újítva, ez az út, ez tök jó volt eddig, itt már Poroszló belterületén járunk, és ez is érzem, hogy hullámos, tehát imbolyog rajta az autó. No, nem is akarom tovább szaporítani a szót, mert azt gondolom a helyzet teljesen egyértelmű. Az is teljesen egyértelmű, hogy valaki hozott egy olyan döntést, hogy erre az útszakaszra ráengedte ezt a forgalmat. Az én kérdésem az, hogy ez miért történt, hogyan történt. Az természetesen nem ránk lakosságra tartozik, hogy itt azért megkérdezném a felelősöket ebben az ügyben. És hát minket egyetlen egy dolog érdekel, hogy ez minél hamarabb szűnjön meg, és legyenek szívesek helyreállítani ezt az útszakaszt. Mert az nem megoldás, hogy most oké, akkor letiltjuk róla a kamionforgalmat, és így marad az egész. Nem, ezt minél hamarabb legyenek szívesek helyrehozni, mert ez így egy pofátlanság. Ez így nem járja. Egyáltalán nem járja. Ha ti is tudtok hasonló helyzetekről, akkor kérlek osszátok meg. Valószínűleg nem egyedi helyzet ez. És hát érdemes lenne összegyűjteni ezeket a problémákat, és így megosztani, hogy nyilvánosságot kapjanak, mert azt gondolom, talán így lehet tenni ellenük. Hogyha nincs nyilvánosság, ha mindenki benyeli ezeket a dolgokat, akkor semmi nem fog változni. És nálam
betelt a pohár. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én innentől kezdve ott is ott áll a kamion, tessék a busz előtt. Na nézzük, merre fordul. És Debrecen felé fordul. És ott is azt a frankon felújított Tiszafüred felé vezető utat, ezt is tönkre fogják tenni ezek a kamionok. Tehát, hogy a fenébe van ez? Miért nem lehet megoldani például vasúton ezt a szállítást? Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok. Legyen szép napotok. Sziasztok!